Lövészárkot suhint a háború angyala a monokulturális szántóföldek arcára. Tömegsírrá domborul az összes parcella. Hallgatnak fölötte a múzsák, ugye? És drónokkal üzennek, breaking news, kommentár nélkül a képek erejével. Nem hiszünk a szemünknek. Behunjuk. Mennyi mindenné boncolna a térségen át dübörgő dezinformációs hadviselés. De mi vár a megszállt hátországra, ahol ihletetten zeng a bevonulók kardala? Vétkesek közt cinkos a kisüket. Diktálnak morált a régiek. Fülsiketítő a hallgatásunk. És ők már nem értik, hogy igenis siketüléssel kezdődik majd el. Mert mégsem csöndben van otthon, aki nem hall. Gatt. Hisz a csönd csak a hallás származéka, a zaj hiánya. Hallgatóját a zaj szüli. Nem a csöndben van otthon a költő, aki azt fújja fel a laktanya kapura, hogy no one hears you. Leszakad az ég. Nem tartja meg sem ima, sem káromkodás. A néma köztársaság fülébe hóhul. És orrunkban tartogatjuk, amit kimondanánk, míg meg nem érkeznek az anozmiás tünetek. Még egy ok a kijárási tilalomra. Báboknak látnak minket. Fába szorult léleknek. De éjfélt kopog a himbálózásunk. Nem hallunk. Nem beszélünk. És nem engedünk megtöretni ezeknek.